Üdvözlök mindenkit! Az XTC magyar Chile következő összecsapását láthatjuk, ahol a Kuzmin Juan Pablo González-szel küzd meg. Egy kemény meccsapot láthatunk itt, Kuzminnak a három republikászának hat különböző ötéletes drónt kell ledarálnia ahhoz, hogy nyerjenek. A drónok viszonylag hasonlóan vannak fölépítve. Olyan bombákat dobnak le, amik biztos sebeket okoznak. Ez nagyon fájdalmas, hiszen Kuzmin listájának rettentő kevés élete van. Viszont talán az egyetlen jó fegyver az a drónok által szórható proximity mine-oknak a serege. Ugye ezek fix sebet, majd még dobszis sebzést okoznak, amely gyakorlatilag bármelyik ázt képes letöpni a pályáról. Amennyiben viszont egybe sem megy bele, úgy viszonylag jól érzi magát. Az eldobható discordok nem problémák, hiszen minden a barrelrollozik, így attól nem kell félni, hogy kis droidok zabálják meg a hajóit. A két kockás támadásokat pedig azért illik 3-4, jobb esetben 5 kockával kivédekezni. Anakin a lehető legjobb oldalon van a... az sok lett, ott most szépen egy lendülettel kidobta a strátokat is. Majd erre meglátjuk, hogy figyele, sokat nem számít, de azért hátha. Ugye mindegyiken van landing strat, és egy-kettőn azért még egy kis Discord missile is, hogy jobban fájjon, úgyhogy ott a középen található aszteroidában ők egészen nyugodtan meg tudnak fordulni a távollevőt, tehát hogy szépen kiszorta magának a megfelelő dolgokat, amin forgolódni tudnak a robotok. Szomorú. Kuzmin listáját már ismerjük. Van neki egy Obi-Wan Kenobi a szenszel, hogy tudja, merre mennek a dolgok még mindenek előtt. Itt most erre abszolút nem lesz szüksége. És robottal és calibrated laser targetinggel, hogy megfelelően nagyon ászként tudjon mozogni. Anakin Skywalker Brilliant Evasion-nel, hogy a három forszából ne kelljen sokat költeni védekezésre, marksmanship-pel, mert a kötelező crit az autoblasterhez nagyon erős. Ugye itt most Anakin menekül, de kis szerencsével be tud érni a robotok mögé, és ott elindíthatja a kritikus találatok esőjét valamelyik robotra. Azért lássuk be, hogy két cancelelhetetlen crit az akár föl is robbanthat egyet. Úgyhogy itt vannak azért jó dolgok. A probléma az, hogy egy ilyen bomber 36 pontba kerül, ami több, mint Anakin Skywalker fele, és körül egyenértékű Obi-Wan Kenobi vagy Ricolé felével. 32 és 28 pontosak ezek. Anakin még egy stealth device is védi. Ez nagyon jó, mert így ugye addig, amíg nem sérül először, addig nagyon sok védekező kockája van. 4 legalább a zöld kockák száma, amit gurítani fog. De ugye itt azért bőven lehetőség van arra is, hogy ez hatig felszaladjon egy ilyen range 6 obstructed lövésnél, abba azért már illik nem sérüléseket kapni. És emellett Ricolé, aki ugye itt a legolcsóbb hajó a listában, mindaz 56 pontért, collision detektor, hogy keresztül húzhasson mindenen, és egy ártó astromech kell, hogy megjavítsa egy kicsit az eléggé jó tárcsáját. Ahányszor 3-ast megy, kap egy ingyeni védet, úgyhogy ő sem a könnyen lelőhető dolgok közé tartozik. Hülye vagyok, R2 astromech, ő a regenes droid, úgyhogy miután bement verekedni, utána még kettőt vissza is tud gyógyulni, hogy jó legyen. És igen, köszönöm, Ricsi, abszolút suttogó, visszafogó beszélgetés volt, meg nagyon örülök neki, hogy ezekkel a kellemes, finom és barátságos hangokkal tudom nyitni a streamet. Ennek ahhoz van köze, hogy ma este én már csak kávén szerettem volna, de olyan nincs, hogy meccset streamelés nélkül hagyunk, úgyhogy üdvözlök mindenkit. Ugorjunk. Ha még valaki nem némított, if anyone yeah, muted me who speaks not a single word in Hungarian, yes, we do speak English. So if you have any questions, please ask them in the chat. If it's in English, we can answer them. I'm not speaking any other languages, so sorry about that. Let's stick to Hungarian and or English. And thanks for watching. Oh, yeah. A meccsek elején pontosan tudtuk, hogy a magyar csapatnak 7 győzelemre van szüksége ahhoz, hogy akár csak esélye legyen tovább jutni a jelenlegi státuszban. Nem tudom, hogy ez mennyit változott, de a 7 győzelem amúgy is jól hangzik, úgyhogy minden egyes meccs, komoly meccs, minden egyes meccs, tétmeccs és minden egyes meccset meg kell nyerni. Meglátjuk, hogy itt most sikerül-e. Hogy idézzem a kedvenc mondatomat.
Így a magyar meccsekből. No pressure. Csak muszáj nyerni. Az kellemes, hogy a droidok egyben maradnak. Ugye, mint egy jó swarm, azért jó őket nem szétmozgatni egymástól, mégiscsak kapják a kalkulétákat meg hasonló. De ha eléggé nagy területét lefedi a pályának bombákkal, akkor jelentősen megnehezíti itt Kuzminnak a dolgát. És ugye tudjuk, hogy már van X-Wing ASMR. Valami nagyot recsegett, ez nem én voltam, bocsánat, ezt én is hallottam. Nem tudom, menjünk be ebből a streambe, remélem kevés. Amint láthatjátok, úgy döntöttem, hogy egy kicsit földobom a streamet. Úgyhogy most látjátok azokat az ökörségeket, amiket beírtok, úgyhogy légy szíves, tartsuk meg a Safe for Work beírások listán ezt a történetet, így is be kell jelölnöm, hogy nem gyerek tartalom, de hát na, azért. Ha már van. System, nothing for me. Ah. Tudom, hogy mit hallunk. Úgy néz ki, hogy valami lehet, hogy Discord probléma volt, úgyhogy bele fogunk hallgatni a játékosoknak a TTS beszélgetésébe. Ha, fura. Mivel úgy látom, hogy csak fél oldalt van ez, úgyhogy tegyük meg azt, hogy ezt lenémítjuk, mert... Azt mondtam a játékosoknak, hogy streamelni fogok, nem azt, hogy hallgatózni. Hát a droidok nem bonyolították túl az életüket, választottak 1-1-3 előrét, és elvégeztek 1-1-3 előrét. Riki jó irányba érkezik. Obi-Wan Kenobi-nak van egy lehetősége befordulni, de gyanús, hogy nem fog. Anakin viszont a harcot és az agresszivitást választotta, lássuk, hogy merre felé fog menni. Ugye most így, ahogyan az előző körben ráfordult, és most is erre felé korrigált. Ajaj, mi lesz itt? Történik egy darab boost, egy darab force-nak az elfog... Nem, Barrel-ról fog történni. Hát oda nem mehet. Nem, nem. Kellemes andú. És meg is találta a megfelelő irányt Obi-Wan Kenobival, oda mehet. Ilyen barrelrója van, majd akcióként busztol egyet. Szolid. Az X-Wing ASMR kategóriában a játékosok listáinak felolvasása, mert az összes játékos összes listájának, összes XTC-s listájának felolvasása szerintem kimaxolta ezt a történetet. De örülök, hogy valakinek örömet okozhatok azzal, hogy ilyen ASMR jellegű dolgokat prezentálok. Nem, Rick, te ott nem lősz. Közben a spanyolok megverték a svédeket, úgyhogy azért kell nagyon sokat nyerni, mert kell a harmadik hely, srácok, kell a harmadik hely minden meccs, tét meccs, go! De ez így jelentősen csökkenti a nyomást azért a csapat tagjain, így most már csak muszáj nyerniük, és nem kötelező.
Hihetetlenül epikus lesz az augusztus 28-29-ei döntő hétvége. A humorizálás már elkezdődött a streamer cseten arról, hogy az összes meccset szeretnénk közvetíteni. Ki tudja, még az is lehet, hogy sikerül. Én úgy vagyok vele, hogy a 29-én lehetséges, hogy egész nap streamelni fogok. Még majd kérdezem, hogy ettől milyen gyorsan ég még ki. De a nem hagyunk meccset streameletlenül történet, az egy hozható feladat. Közben felpillantok a pályára, XTC logó stimmel, chat stimmel, droidok stimmelnek, három hajót nem kezd, ez nagyon jó, sikerült az overlay-t, rettentő gyorsan földobálom, úgyhogy minden rendben. Annak én nem aggódik, hogy Discord missile-t fog kapni ebben a körben, úgyhogy gyorsan elnyomja a varázsolóját. Na jó, de onnan merre megy? Ott előrét, vagy... Nem tudom, mi fog történni. Hogy fordulnak ezek a bombázók? Ha, van rajta kis egyes, amivel ott szépen rá tud állni. Milyen? Droidos tárcsa. Kettő éles kék. Ja, ilyet már azért láttunk. Sőt, talán nemrég néztem meg. Ugye Rick azért mókás ezzel a setup-pal, mert nyugodtan beállhat a kis gázfelhő mögé, akár szembe beáll a gázfelhő mögé, hát kapni fog valamennyi lövést, akkor sem kell aggódnia, mert a gázfelhő és a három kocka és a minden megvédi. Ugye kapja a bónusz kockáit, hogyha elég gyorsan megy. Teljesen rendben van. Majd utána átszágult rajta, anélkül, hogy a legkevésbé is foglalkoznak kéne azzal, hogy valami most keresztül haladt. Ez itt most úgy látszik, hogy be is állt, hiszen a balra fordulás az nem hangzik egy jó manővernek onnan, bár talán egy kettő enyhe, hogyha nagyon ráérősen játszik az opció. Egy esetleg bal elrollolhat, nem, kikére a kötelező ivédet, aztán így marad. Nem, megtörténik az a bal elroll. Jobb is így. Nem, én úgy hiszem, hogy az átcsend nem tartozik abba a dologba, amit SFA szűr, vagy hát NSFA szűrőn át tudnánk engedni. Pedig. És kikérem magamnak, nem suttogtam, hanem egyszerűen csak lassan és egy kicsit mélyebb hangon beszéltem. Ne. Miközben azt látjuk, hogy a két játékos pontosan azt csinálja, amit szerintem szeretnének. A droidok nem annyira akarnak villámgyorsan engage-elni. Minek? Szóval jók. A Jedik nem akarnak gyorsan engage-elni, mert ha véletlenül felrobbanok, akkor dinoszaurusok lesznek.
Úgyhogy ez egy kis ráérős meccs, úgyhogy miközben azt nézzük, hogy a két játékos próbálja eldönteni, hogy mi az az engagement, ami esetleg jó, legalább az egyikőjüknek, addig, kedves chat, melyik az a hangkordozás, amelyik tetszik nektek? A magas és boldog és lelkes, vagy a lassú, de legalább megfontolt, vagy az ASMR? Sajnos 3 perces késleltetés van, úgyhogy fogalmam nincs, hogy melyiket fogjátok választani, úgyhogy valahol e 3 között fogok továbbra is ingadozni. Aki még nem szokta meg, az nem nézett engem eleget. Félelmetesen, úgyhogy szegény Sans mennyire haszontalan most ebben a meccsapban. Nem, mert Anakinnal lehet egy... Nem jó. Talán majd, hogyha elkezdődnek némi közelharc, akkor esetleg, de gyanús, hogy nem. Rick megnézi, hogy lő-e, de legalábbis ellenőrző, hogy milyen távolságból nem lő. És tárcsák. Ugye meg tudnak kettesen fordulni, amit megengedhetnek maguknak, de nem egy jó pozíció. Bár van, aki szinte biztosan baráról el akar kezdeni, ha csak nem fog kifordulni. Még azt is megteheti, az is opció. Hogy itt most eljátsza a kis Jedi megfordulós manővert. És akkor esetleg hátrafordulnak a droidok, hátba tudja őket kapni. Izgalmas next level play lenne, de minden más manőver ellen rossz, úgyhogy valószínűleg nem fog megtörténni. Még szeretne azért egy-kettő range, 2-3 bármennyi is lövést tud bevinni. Most az nem nagyon fér bele, hogy lassabban menjen a robotoknál. Ez ugye azt jelenti, hogy ha nem megfordulnak a robotok, akkor jó, hiszen minden megfordulásuk kettes. De hát nem tudom. Azért ne legyen igazad ezzel, Rafi, hogy az utolsó 5 perc lesz izgalmas, mert ha mégsem sikerül megkarcolni egyik robotot sem, de még az nem megkarcolni, nem sikerül 3 sebet belemasszírozni egyik robotba sem, akkor azért ezeknek van 2 kockás primerje, ami annyit jelent, hogy ez egy 12 kockás szalvó, ahol Rick és Obi-Wan is kettesnek számít. Úgyhogy az ott nem túl erős. Ugye Anakinnak a legnagyobb festett értéke 3, úgyhogy 7 a 12-höz nehéz lenne elveszteni. De igen, azok közé a meccsapok közé tartozik, ahol talán mind a két játékos tudja, hogy az a legjobb, ha nem harcolnak. Csak míg a Jediknek az a jó, hogyha az utolsó pillanatig nem harcolnak, addig a droidoknak tökéletesen megfelel az, hogy egyáltalán ne harcoljanak.
Az szép. Barna és rózsaszín úgy döntött, hogy elkezdik kiszórni itt a nevelő célzatú bombákat. Ez még nem hiszem, hogy Riket zavarni fogja. Ezt a manővert én már ezektől a hajóktól láttam. Csak akkor nem a kettes, hanem a hármas verziót választotta. Akarom mondani, a droidok nem szokatlan módon tovább haladnak előre, így egészen nyitva adják a lehetőséget arra, hogy a következő körben mind a kettő éles megfordulással meg tudjanak fordulni. Ezen a ponton még a kővel sem kell foglalkozni, miért ne foglalkoznának a kövekkel, hiszen a kövek a droidoknak amúgy jók. És az a kő ott azért izgalmas, mert ugye ők innentől meg tudnak ott fordulni, legalább egy irányból védve vannak, érdekes lesz. Amit említettem, ha Rick nem előre megy, akkor nem érdekli ez a két bomba. Hát Rick nem előre ment, úgyhogy megállapíthatja, hogy ezekre a bombákra nincs szüksége. Fókuszt választ? Ha! Én itt elgondolkoztam volna egy booston, de hát ha megvan a range, Obi-Wan Kenobi nem akarta megkockáztatni, hogy a droidok korán kezdik a megfordulást, úgyhogy ő most fordult meg, elkölt egy force-t, egy mondjuk egy jobbra boostért, egy előre boostért, jobbra boostért. Melyet követően? Az biztos nem fér be. Hogy fér be? Hogy? Gyönyörű. Nincs más opciót, ki kell választanod. Na. A legnagyobb nyugalommal kattintsatok ilyenkor a tárcsán, hiszen ott is megjelenik a három érték, és akkor nem kell nézegetni. A probléma az, hogyha Barna és Lila kidobja a következő két bombáját, akkor Rick megköszöni, hogy itt jöhetett, és mehet máshova. Aha! Harci Anakin! És akkor itt még egy balbaráról a következő körben jó tud lenni. Tetszik ez a pozíció. Határozottan tetszik ez a pozíció. Ennyi az egy szépségkívül ennek a történetnek, hogy ott még Anakin nem lő. Lássuk Riket. Kellett volna az a boost, bár nem biztos. Ha itt ugye megkarcolt volna egy droidot, akkor utána lehetett volna azt a csodálatos népi játékot játszani, hogy 50 percen keresztül futok. Nem a legélvezetesebb nézni, de kifejezetten nehéz játszani a játékot, hogyha pontokat féltve rohanni kell a pálya másik oldalára. Szerintem a robotok itt beállították ugyanazt. Ja. Chile részéről megtörtént a gyors döntés. Mit választott itt Huán? És remélem jól ejtem a nevét. Kettes megfordulást, vagy kettes éles megfordulást? Na jó, persze lehetősége van arra is, hogy azt mondja itt, hogy megfordulj jobbra, de minek? Nem.
Itt ő a droid éles megfordulást választja. Érdekes amúgy, hogy Rick lett a hátba támadó hajó, hiszen ő az, aki, ha nem esik le, akkor vissza tud tölteni annyi pajzsot, hogy ne adjon pontokat. Ugye végtelen egyszerű a matek, négy élete van, ha kettőt sérül, az fél pont, ha egyetlen egy élete van, akkor még él, ha ekkor visszatölt két pajzsot, akkor az három, tehát nem fél pont. Tízes számkör, tanuljátok, hasznos, lehet belőle X-wing-el jókat csinálni. Kellemes füllet meleg. Csak az óra haladásából tudjuk azt, hogy telik az idő, nem állt még meg a játék. A játékosok gondolkoznak, na jó, valójában Kuzmin gondolkozik. Anakinon. Mondjuk itt olyan nehéz döntés. Jó kérdés, hogy ennyire nehéz-e? Mi ott a play? Nem akarsz jobbra-balra elrollolni, mert ha megfordulnak, akkor neked ott nagyon rossz. Akarsz-e balra-balra elrollolni? Igen, mert nem akarsz neki menni annak a szarnak. A droidok meg fognak fordulni. Ha nem... Balra-balra elroll, és utána kifordulsz balra, ráérsz. Obi befordul, és akkor Obi befordul, az elég. Anakinek nem szabad szemből érkeznie, úgyhogy vagy jobbra barrelról három éles jobbra balra búzt, ha olyan irányba mennek a droidok. De az nagyon bolzi. Az, fú, az ilyen szuper bátor vagyok lépés. Ha, hát lássuk. Balra elrollol. Kevésbé agresszív irányt választja, szépen hátrafelé. Mehetnek a bombázók. Jó döntés volt Anakinnal nem verekedni, a megfordulást választják. És jól láthatóan nem most játszik először formal. Szépen kiforgatja a másik kettőt, ahogy kell. Egyes éves, hármas éves kombókkal. Tessék megjegyezni, így kell befordulni egy formal akkor, hogyha fönn akarod tartani a dolgokat. Még előre megy, ez viszont bátor. Oké, lövést nem kapsz. Van erről a te opció. Az ott le is robbanhatsz a pályáról. A boost meg egészségtelen, így egy sima ingyeni véd és egy fókusz kombójával áll be. Obi-Wan meg is fordul, ez már-már várható volt. Boost-a le Force-ból. Ugye akkor kb. Rickkel együtt fordul be, de nem biztos, hogy kellenek ennyire egymás egy ilyen hátán az ászok. Nem szokás őket egy összetolni, és azt hiszem, itt nem is fog ez megtörténni. Barrelrollok teljes mértékben fogva vannak, tehát az abszolút nem opció. Az előre boost balra barrelroll, ami ilyen millimétereken esetleg talán véletlenül befér, csak nem látom, hogy bármiért is jó lenne. Nézzünk rá erre azért, mert érdekel. Ja.
opció. Most, hogy megbeszéltük, hogy milyen rossz opciói vannak Obi-Wan Kenobi-nak ezen pozíció javítására, mi a jó opció? Hova fog menni innen? Kerül egy tárgyát lop valamelyik nagyon szimpatikus aszteroidára, vagy gázcloudra, vagy ki se rakja. Hát itt mondjuk az nem fontos. Már kény jelenlegben van. Egy ág van biztosan, és gyanús, hogy a zöldben már nem. És nem vagyok benne biztos, hogy a kék elő addig. Kettő árkban van benne Anakin, és ugye Barrel rollolt, tehát az nem opció. Kikér egy ivédet. Ez ugye ennél a hajónál már talán nem lila. De, el is fogyaszt. Nem, itt a target lock. Ah, tudtam, hogy valami lila itt is. Hát lőj. Meglepően sok zöld kockát látok ott. Úgyhogy egy jó range 3. Kettő kocka. Nincs autoblaster, nincs semmi. Oké. Okay. Öt lövitek. Értem. Hadd szóljon. Egy darab hit. Valószínűtlen, hogy ebben még egy kritet akarna varázsolni, úgyhogy lássuk a visszalövést, lássuk a zöld kockákat. Rick. Ha, ott bizony van range 2 is. Nem látjuk, melyiket lövi, de ugye ezek egyeseket fordultak, úgyhogy majdnem mindegy. És el kell költeni kettő kalkulétet is. Kellemetlen, mint ha számítana, de így van, bármelyik ők range egyben van. Zöldnél nincs lövés, kék az már érdekel. Így éppen hogy. Viszont fizikai maximumot fogunk látni. Keveslem. Nem hat? De, ő is így érzi. Sikerült festéket dobni. Egy elég. Ő volt most, nem? Nem. Kék volt most. Történet ugyanez. Kettő hit. Ugye ez az az érzékeny kör, ahol ehhez az megvan, ahol nem szabadna. Ez már, ó, még ez is range 3. Nagyon jó. Az mi? Mindjárt kiderül. Van ivéd? Ott van, ott azt költöd. Igen. Hú. Hát az átlag alatti volt. De se baj! 15 zöld kockából sikerült majdnem sérülni Anakinnak. Hú,
Wow! Ez utolsó volt, nagyon jó döntés volt az a Ivéd. Nagyon-nagyon jó döntés volt az az Ivéd, ez egy rettentő korai Stanley-Weiss elvesztés lett volna. Na, szóval Rick az agressziót választotta, hova megy? Figyelj, Ricsi, harcol. Itt neki az az opció, hogy megy és pusztít. És mit történik? Rálőnek, leesik a maximum. Ugye neki az a dolga itt, hogy előjön legalább egy teljes bombert, ami nem egyszerű, de lehetősége van négy kockát dobni, az azért elegendően szolid. És tenném hozzá, hogy még akár az is opció, hogy ezen a tárcsán vannak ezek a kis hármas megfordulások, engem meglepne. De ki is fordulhat egy hármas élessel? Collision detektorral három enyhe, akár balra, ha nem fél a bombáktól. Én mondjuk fosnék, de... Ugye másik probléma azzal, hogy ilyen szorosan vannak a bombázók tartva, hogy az elsők nem igazán szórhatnak bombákat ki. Ezek tök azonnal felrobbannának. És ritka az, hogy egy, bocsánat, nem bomba akna, hogy egy akna két hajót is sebez, de most megtenné. Úgyhogy ahhoz, hogy a további bombázás megtörténhessen, ugye mindegyiknél még van egy a hátsó sorból, tehát ki lesznek még itt azért proximájnak helyezve, de fogyatkozik. Fogyatkozik a kiszórható proximájnak a hátsó során, és akkor bizony meg kell fordulni. De miután megfordult, megint szórhat. Jaj, jó ez a hatos, értem, működik. Aljas blokk. Aljas kis pseudo-jousting blokk. Ami egyszerűen elpusztít, hogyha beállsz mögé. Letöröl. Megköszöni, hogy játszottál. Ugye az a probléma, hogy nem mehetsz túl közel, mert ha túl közel mész, akkor egy gyors manőverrel beáll úgy, hogy jó legyen, és akkor utána nem nagyon hagy neked helyeket arra, hogy bármit tegyél, és lebombáz a vérbe. Ami szintén nem opció, nem állhatsz meg mögöttük, mert akkor lebombáznak a vérbe. Úgyhogy nehéz. Amúgy nem azért, de hogy Anakin és Obi-Wan is olyan röhögve kifordul ebből a helyzetből, hogy öröm nézni. Nem tudom, melyik lesz az opciója ezek közül a Nabúnak. Tényleg nem. 36 perc. Úgy tűnik megszületik a döntés. Hát a nehéz döntések több androidoknál vannak. Ők választanak egy irányt, akár egy pénzfellovásra, és te lehet azon törni a fejedet, hogy mit, hol, merre? Mondjuk ugye ebből a egy darab meaningful lövéskör volt eddig, amiből majdnem rossz lett Anakinnak. Úgyhogy ez a tempó ez eddig vászoknak kedvez, hát lássuk, mi lesz belőle. Most érkezett meg Ricsitől a Ani és Obi. Jó helyen van komment. Igen, jó helyen van, csak innen el kell lépniük, mert ezek nem állnak meg. És megszületett a döntés, lássuk a bombázást. 10-kor beszélgetésükből belehallgatva azért voltak kommunikációs akadályok. Úgy tűnik, hogy a TTS-es beszéd is emiatt lett. Érdekel esetleg majd meginterjúoljuk őket, vagy nem. Megfordulnak. Rááll, nyitja a stut.
érdemes megtekinteni, hogy milyen szépen ábrázolva van, mert TTS-ben az, hogy nem van a strat, úgyhogy nem kell miatt aggódni, ő is rááll, ahogy kell. Na ezért probléma, ő be tud fordulni nyugodtan, sima kalkulét, ő is be tud fordulni, hibátlan kalkulét, és a piros is meg tud fordulni, majd kiválasztja a kalkulét akciót. Annyira jó vagyok. Hát honnan tudtam az első kanyar után, hogy az összes így megy? Ez olyan van, hogy a swarmokban, hogy az emberek azt hiszik, hogy hat hajónak kell döntést hozni. Nem. Ez itt, mintha egyetlen egy hajó lenne. És neki is csavar, ahogy kell. Ez nagyon kellemetlen az a pozíció. Ott természetesen collision detektor. Ez ugye nem kérdés. De az ütközés miatt így sincs akciója. Nincs teljesen végrehajtott manővere. Biztosan bele fog menni egy bombába, hogy háromba. Hú. Hú, hú, ott, hú. Obi-Wan befordul. Hát ez nem lesz szép. Anakin is befordul. Legalább nem mindenki riket lövi, meg hasonló mondatok. Kér egy ivédet, mert hátha. Ott él az autoblaster. Nagyon jó. Egyik. Jaj, de jó! Az mázli! Én ugye elkövettem azt, hogy azt állítottam, hogy ezek a Discordok úgyse csinálnak semmit. De nem lesz olyan engagement, ahol... Hú! Hú! Figyelj, Anakin! Van egy célpontod, akire tudsz négy kockával lőni. Rálősz-e? Igen. A világ összes kritikusát akarom látni. Amennyi létezik. Ez nem az. Force crit crit. Marksmanship. És egy force. És egy droid charge. Le is vonjuk. Kivéd mindent, amit fizikailag kivéthet, úgyhogy csak két kritet kap. Ez egy weapons failure, és egy... Low stabilizer, nem rossz. De fél pontra sem elég. Természetesen a zöldet kell továbbra is lőni. Bár itt ugye a sárga opció lenne, és akkor Rick tudna ugyanúgy, ugye, jól emlékszem, hogy a collision detector az
a kör végéig. És így működik. Az ugye az ajándékszem. Ez mindenképpen hit. Költöd el a fókuszt. Force biztosan költ. És ennyi. Az még két hit. Ez egy fél bomber. Yeah. Mivel a várható ivédek még a dolgokkal együtt is azért ott elég alacsonyak voltak, én bevállaltam volna azt a harmadik force-t, nem tudom. Mert így ugye Ricknek is rá kell lőni arra a szerencsétlen zöldre. Mi történik? Három a sebessége, értem. Hát ez rettenetes. Az nem. Az baj. Hát persze ugyanak itt. Range egy, három kocka. Valaki négy elvéd. Stealth device. Obstructed. Na jó, én itt elengedtem az öt kockák számolgatását. Jó. Ezt töltsék el ők. Elég. Zöld lőtt. Rózsaszín. Rick, range 1. Zöld 3-at ment. Az a lila. Ja, az csak egyet. Úgyhogy 4 a 3-ba. Mi? Nem, még egyszer. Ha rágyom a játékosokra. Rágyom a játékosokra. Ezt ők sokkal jobban tudják, mint én. Annyira sok minden módosítja itt a kockákat, inkább elhiszem. Au! Ez bizony két hit. Semmi nem véd. Félik. Mi van rajta? Egyel kevesebb kocka, és nyilván egyenesen fog menni. Hit crit, elkölti az utolsó kalkulátet. Hármas volt a manőver, így Rick kettővel védekezik. Nem obstructed? Még egyszer, nem számolunk. Nem számolunk crit. Nem uta. Gyerik. Egy életed van. Egy. Nagyon fáj az a nem force költés. Nagyon fáj. Legalább két ivédet akar dobni. Leesik. Technikailag még fönn van, de... És sárga nem rölt még. Ja, és barna sem. Úgy piros. Igen.
Üres. Elfogytak a kalkulétek. És sárga. Anakint. Három kocka. A négybe. Megint számolom a kockákat. Semmi. És most merek csak ránézni a csetre. Jó, elolvastam a csetet. Tekintsétek meg ezt a pilóta képességet. És tekintsétek meg ezt a képességet. Csak hogy lássátok, hogy honnan tudnak bónusz tokeneket szerezni. Most, hogy ezen túl vagyunk, meg stresszt ledobálni, meg ilyen őrleteket. És hogyha még véletlenül költött is volna egy darab force-t, azt vissza is kapta. Szerencsére nem kell judge-hoz rohanni. Yay! Szóval... ha az az inikel megtörtént volna, akkor is inkább megharik, mint nem, már akkor egy kicsit kevés, talán egy kis eséllyel életben marad. Akkor az állás... hát, nem lenne sokkal jobb. Egy 16 pontot dolgozna le. Plusz mind abból a 41-ből, amit el kell érni ahhoz, hogy átvegye a vezetést. Na jól lássuk. Azt mondja, hogy Anakin Skywalker ki tud fordulni anélkül, hogy ott belemenjen bármibe. Obi-Wan Kenobi biztosan keresztül fog haladni legalább egy Discordon. De ezt ugye legkevésbé sem érdekli, mert van Barrel-ról akciója. Csak legyen akciója, úgyhogy ő nem ütközhet, különben bajban van. A droidok mögött pedig nem nagyon van hely. Ugye, hogyha ide lentre kirakják három darab bombát, mert miért ne raknának ki amúgy? Tényleg semmi hátrányuk nem származik belőle. Itt van a Proxmine, hiszen megfordult a történet, sárgánál kettő, pirosnál kettő, és zöld kéknél is van még, ha minden igaz. Igen. Úgy döntöttem, hogy hosszú ilyen átgondolandó helyzetekre való tekintettel, amikor ilyen hosszú planning fézek vannak. Kiélem operatőri érzésémet, és mindig keresek egy jó szöget. Milyen jól néznek ki, nem? Szépen ott a kis landing stratos történetek. Zöld a kék. A véletlenül nem előre megy, ahogy meghal, de úgy miért nem menne előre? Többé meg majd kiderül. Itt van az a pont, hogy egy kicsit szét lehet bontania. Listát. És tegyük hozzá, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy
Jó a megfontolt játéktempó. Az most inkább hátrányként jelenik meg. Kilométerekre vagyunk a lassú játéktól, hiszen itt ugye rohadt nehéz döntéseket kell hoznia, és... Hát... Ja. Ja. Az oda megy. Annak oda kell mennie. Share Discord, az nem érdekel. Meggyógyítja azt, hogy rossz. Na jó. Ugye két ugyan a tokent rakott le, úgyhogy meg kell néznem, mit javított meg. Jó, tud most már másfele is menni. Fókuszál. Én azt mondtam volna Obi-Wannak, hogy... aha, strat. Ah, nem. Obi, neked itt nem jó. Lássuk, hogy bemerte-e vállalni Obi-Wan Kenobi-val, még sárga lép, így van, bemerte vállalni Obi-Wan Kenobi-val a jobbra haladást. Az mögé megy. Az egy krit. Nem egy olyan rossz pozíció. Aztán közel volt. De cancellálhatatlan kritikus találatot fog bekapni bármi. Úgyhogy itt most akár lehetősége van inikillelni zöldet, amivel ugye nincs előrébb, mert zöld nem lő. Oh. Hát fúj. Ez, amit hozzá tudnék tenni ez a helyzethez. Roppantúl nem kellemes matchup. De ezt az elején tudtuk is. Szomorú, hogy végül Bump vetett véget Ricknek és nem a lövések. Mert így ezt odaadhatjuk a droidoknak, hogy jó tempót választottak, és meglepték még a miniászt, mielőtt még elhúzhatott volna. Hopp, nem láttuk a kockadobást, bocsánat. Egy darab krit a droidból, és egy darab force. A krit pedig egy... Vagy ez sárgába, és mi a krit? Fuel leak! Az iszonyatosan hálás dolog lenne Anakinnak. De szép lett volna, hogyha... Ah, mindegy. Sajnálom. Opció lett volna itt Anakinnal lelőni a Discordot.
Most, hogy felrobbant a sárga, most egy kicsit nagyobb nyugalom van. Hát ugye mondtam, hogy itt egy kritet kell dobni, de az arról szó nem volt, hogy ezt így kézből csak úgy megcsinálja. Aj, de rendes! Érdekes, nem tudom, sose tudtam eldönteni, hogy mi kell egy játékosnak ahhoz, hogy úgy döntsön, hogy egy listát egy az egybe, hogy mondjam, félre lehet dobni az elemeit, amikor elvesznek. Számomra ez mindig idegen volt, én nekem még a leforgatás is egy olyan, amit egy darabig csináltam, aztán leszoktam róla, de ő az, aki kidobja a vérbe. Nincs, ne zavarjon, ne legyen útban. Na hát azért vannak a target lockok, hogy elköltsék őket. Nem azt akarod újra dobni. Így van a másikat, vagy másik kettőt. Hadd szóljon. Hogy miért nem a két... mindegy, jó ez. Obi-Wan Kenobi. Három kockával védekezik. Észből ki levédi, tehát hogy... Új. Discord, egy pajzs. Na, barna nem dobhat device-t, mert az rárobban a droidokra. Zöld nem dobhat device-t, mert rárobban a droidokra. Rózsaszín nem dobhat, mert rárobban a kékre. Oké. Piros és kék dobhat. Hogyan állunk? Ellenőrizzük szépen. Pirosnak itt dobnia kell. És ami a legszomorúbb az egészben, hogy... Fölfelé nyit sorrendben van a történet? Remélhetőleg lesz legalább három kör a gondolkodás, és kiderül, tehát, hogy előbb a kicsik dobják a bombát, és utána Anakin, vagy előbb Anakin, és utána a kicsik. Nem tudom, fogalmam nincs, azért kérdezem. Tehát, hogy növekvő iniben van a szisztem, vagy csökkenő iniben. Miközben ezen gondolkozunk, mi a play itt? A kéknek a bombadobása szinte teljesen haszontalan, de az a baj, hogy ezen a ponton ő ott csak a móka kedvéért megteheti, hogy kiszorjon. Rózsaszín semmilyen szempontból és sehova nem szeretne menni, ami előre, mert egészen sokszor elkapná azt a kis aknát, úgyhogy el fognak fordulni balra. Be is fordulhat, de ha befordul, lő, ami nem annyira jó neki, hát kiderül. Jó, hát izgatottan várjuk, hogy mi fog történni. Mi a... Hoppá! Bocsánat. Már megint berakoltam a dice-kemet. Szálvén dice-kem. Remélem nem sokáig kellett bámulnotok a kettes asztalt. Az én hibám, hogy kimond gyors billentyűn, de most csak lepszően néztem. Na, mi bombázunk. Aki nyilván van erre a balra.
És igen, amikor bekapcsolva hagyom a Dicecam-et, akkor mindig rádió közvetítéssé válik. Nyugi, el fog múlni. Titok, hogy mi történik. Annyira durva dolgok történtek itt a streamen, hogy inkább kitakartuk. Jók ezek a megfordulások. Igazán jók ezek a megfordulások. A kérdés az, hogy mit lépnek a ászok? Ugye, Hoannak az előnye halálpontosan 4 darab pont, azért nem annyira sok. Jó, ezt nem értem. Mondjuk megtehetik. Csak az a bajom azzal a pozícióval, hogy onnan még neked rohadtul ki kellett volna boostolni, mert így olyan lazán az arcodba fognak vágni egy bombát, hogy öröm nézni. Remélem, hogy Kuzmin azzal számolt, hogy a kéket most Anakin felrobbantja. Az egy jó terv. Mondjuk a targetok kellene használni, mindegy. Még az Force. Ennek a lövéskörnek a végén. Hát. Mi? Ja, zöldet le kell lőni, bocsánat. Igen. 2 kocka. Bármilyen festéket kell dobnia. Miért 3? Miért 3? 2. Így. Az festék. Elkölte vajon egy droid charge-ot? Döbbened. Ott meghalt. Na. Miközben a lövéskör tart, ellenőrizzük az asztalt. Pirosnak egy bombája van. Sárga meghalt. Zöld meghalt, kéknek egy bombája van, rózsaszínnak egy bombája van, barnának pedig egy. Lássuk a lövést, 3 a 4-be. Elkölti a világ összes. Ott van mellette, tudjuk, hogy range egy. Így van. 2-3 hit. Anakinnak 2 ivédet kell dobnia, de legalábbis 2 festé, legalábbis egy ivédet és egy szemet. 4 kockán. Picit átlag. Nem, gyakorlatilag átlagot kell dobnia. Ez az. Ez konkrétan az átlagos dobás. El kell költened egy ivédet, egy forst és egy szemet. Tök jó vagy. Így van. Szomorú, de. Az 5 kockák nem jók. Ilyen aljasak. Obi-Wan 3, Anakin viszont egyetlen egy forszal fogja megkezdeni a 4 perc 19 másodperc, gyanús, hogy utolsó kört, sok derül ki a játékosok sebességén. Azzal, hogy zöld elpusztult így 4-ről, 12 pontra nőtt Kuzminak az előnye. Szóval hogy lehet? 16 pont és fél droid. Hát egy 18 pontos féldroidot lőttünk le. Így van a sárgát, 18 pontos. Jó, oké, végig gondoltam, tökre értem, mi történik ebben a játékban. Szóval, első dolog, ami történni fog, az, hogy kék ki fog szórni egy bombát magából, emiatt Obi-Wan Kenobi sebződik egyet, amitől lefeleződik, majd még dob 2 kockával, amitől remélhetőleg nem hal meg. Szomorú. A fél Obi-Wan Kenobi azt jelenti, hogy olyan jobb van, nincsen életem, nincsen pajzsa. A fél Obi-Wan Kenobit azt egy pillanatra megtekintjük, az 88-68-ra fogja megváltoztatni a történetet. Ha véletlenül Obi-Wan Kenobi fölrobban a vérbe a rázuhanó
bombától, akkor onnantól anakin a világ ellen 3 perc alatt hozható, de ahhoz kellene még 2 kör. Természetesen rózsaszín is ki fog dobni egy bombát annak érdekében, hogy Obi-Wan Kenobi, ha akarna, se tudjon így ugrálni. Obi-Wan Kenobi meg tud fordulni, azért ez egy opció. Ja. Kettes megfordulás jó helyre rakja. 4-es megfordulás akár még befér, tehát itt azért opciók vannak. Na, mesélj! Rózsaszín és kék is kidobja a bombáját. Igen. Igen. Mázli. Határozott mázli. Így egyetlen egy sérülés Obi-ból. Eddig jó. 68-88. Juan vezet. Ami a megnyugtató, hogy a piros nem fog bombát dobni, azért nem fog piros bombát dobni, mert kék előbb lép, mint Anakin. Anakin boostol-e? Nem butaság ebben a ponton, abszolút nem butaság boostolni. Nem tudjuk, hogy a... Aha. Izgalmas kérdés. A... Tudom, hogy hogyan van. Használd a... De nem előre akar menni, vagy előre akar menni? Nem, mert balra akar menni. Boost. L. 1. Így is jó. Mi? Miért? Oh boy! Az egy kettes megfordulás jobbra lett volna. De én... Jaj. Jó, mondjuk szüksége van arra, hogy lőjön, de... Egy-két... Halott, Tobi. Pau! Pau! Ez nagyon bátor volt. Ez nagyon-nagyon bátor volt.
Valaki pedig nem fordul meg. Nézzük, hogy a technikai problémánál van még 20 másodperc hátra a játékból. Hát utolsó lövéskör. Hát ezen a ponton nyugodtan bevállalhatja annak én, hogy 52 pont. Semmilyen egy hajó nem ad 52 pontot. Az idő lejárt. Van, aki lő még egyet. Három. Mindegy. Valójában mindegy. Nope. És nincs a közeledben kalkulét. Neked van. Sok. Na lássuk, kivédi annak én, vagy még felpontot ad ő is. Kivédi. Ezzel a végeredményt láthatjuk. 120-68 pontra nyert a Troyt Swarm. Gratulálunk Juannak, és gratulunk Kuzminnak, hiszen nagyon jól küzdött ebben a rettentő nehéz meccsabban. Találkozunk, ha jól emlékszem, holnap a következő közvetítésen. Mindenkinek köszönöm, ki velem tartott. Congratulations, Juan, for the win. See you next time. Well, goodbye.